Satsang a képzelet mindennek van határ. Amúgy is mindjárt kell mennem aludni. Nem hiszem ezt az egészet. Ez olyan talán be tudok ezzel olvadni, a talán be egy ilyen cicogatya és egy rúzsaszín trikon. Jó lesz. Nem tudom. Nem kap ki az agyam. Jövök. Honnan kaptad meg a telefonszámom? Ez most nem fontos. Oké. 30-as, 76, 49, 156. Oké, Steam. Nem hiszem ezt az egészet. Sziasztok, én Hajni vagyok. Sziasztok, én pedig Szent Zoltán volnék. A mai videónkban engedjétek meg, hogy a félreértések elkerülése miatt egy kis magyarázatot adjunk azokra a dolgokra, hogy mik is a történések a kórházzal, a bírósággal és a pereskedéssel kapcsolatban. Igen, van egyáltalán, volt-e, mi történt? És erről azért akarunk egy picit beszélni, mert az előző videóban, miközben egy darab kommentet felolvastunk, szerkesztés közben észrevettem, hogy nem biztos, hogy érthetően mondtuk el, lehet, hogy volt kavarodás, hogy akkor most egyébként a kórház hogyan kezeli ezt az ügyet, a bírósággal mi van, ügyvédhez járunk-e, beszéltünk-e jogásszal, vagy egyáltalán kinek mit fizettünk. Bár nem tudom, hogy pénzről kell egyáltalán beszélni, bár ugye volt egy videó, ahol ugye a kórházigazgató eleresztett egy 1-2-300 ezer forintos ajánlatot, ami ugye nem ér semmit, meg amúgy sem fogadtuk volna el, még akkor sem, hogyha milliós tételről lenne szó. Na de, akkor kezdjük az elején. Én mondjam, vagy te mondod? Mondhatod. Nos, amit igazándiból el szeretnénk mondani az, hogy ti is tudjátok, hogy voltak meghallgatások, etikai bizottság által tartott ülések, kettő is, ezen belül úgy volt kettő, hogy az egyik, mondjuk az, hogy teljesen hivatalos volt, a másik úgy volt hivatalos, hogy az égvilágon semmilyen papíranyag nem keletkezett róla. Most nem vagyok benne 100%-osan biztos, de Hajni segíteni fog nekünk. Készült-e arról hangfelvétel az első tárgyalásról? Nem. Igen, mert ott hülyék voltunk, muszáj ezt így mondani, hülyék voltunk és naívak, nyilván össze is voltunk zavarodva, elmentünk, nyilván már ott is összeültek, nem tudom, hogy hányan voltak benne, egy pszichológus, egy vezető, meg anyám kimia orvos, nem is érdekel, főorvos, ugye a Pixalámis Joe, és amikor ott elhangzottak, akkor tudtuk a Hajnival, hogy nagyon nagy baj van, ugyanis mindent el akarnak titkolni, mindent hárítani akarnak. Úgyhogy a második, kértük egyébként a második, mondjuk azt, hogy tárgyalást, mert az első az szerintük egy békítő tárgyalás. Ez egy olyan békítő tárgyalás, amiről egyébként a szülők soha nem kapnak semmilyen papíranyagot, semmilyen dokumentumot, semmi nem támasztja alá, hogy te ott voltál, meghallgattak, úgymond szemtől szembe beperelted őket. Ez pont azért van így, hogy... Hát pont azért, hogy ne tudjál ezzel mit kezdeni. Tehát igazándiból ők azt akarják, hogy ott az alatt a békítő tárgyalás alatt téged elállítsanak attól a szándékodtól, hogy te akarj még egy tárgyalást, ami hivatalos. Igen, tehát ellehetetlenítenek, ami azt jelenti, hogy egyébként mindent rád hárítanak, mint szülőre, te vagy a rossz mindenben, te vagy a bűnös, felejtsd el, ami történt, törődj bele, meg kell ezzel békélni, el kell fogadni, éld az életedet tovább. Tehát megpróbálnak hatni rátok, hogyha egyébként van egy beteg nagymamátok, vagy egy szerető férjetek, vagy másik gyermekedek, akkor arra próbálnak rávezetni, hogy azért kell... magad mögött hagyni a történetet. Igen.
ez jó szó rá, igen, hogy akkor minden mással foglalkozz, de azzal ne foglalkozz, ami történt. Nos, ugye nekünk ez nem tetszett, mindenféle kérvényeket beadtunk, ti is tudjátok, ráadásul királyvírus, húzták az időt, hosszú-hosszú hónapokon keresztül, akár csak egy levél megírása, mármint mi beadtuk a kérelmeket, de mindig volt 30 meg 60 napos határidő, mire válaszoltak, de kicsúsztak a határidőkből, akkor jött rá az indok, hogy miért, túlterheltek, de home office dolgozunk, meg mit tudom, egy orvos home office dolgozik, na mindegy. Tehát a lényeg, hogy nagy nehezen sikerült kicsikarni, mivel ők egyébként nem is akarták az igazi nagy hivatalos tárgyalást, húzták, halasztották az időt, hogy úgymond mi elfáradjunk. De mi nem fáradtunk el időközben, többször megkerestük a Pixalámiscsót, többször megkerestük a kórházigazgatót, ugye erről is már beszéltünk, nem értünk el vele semmit, és nagy nehezen eljött a hivatalos, az már nem békítő tárgyalás volt, hanem ugye az etikai bizottság által lefolytatott olyan ülés, ami igazándiból tud szankcionálni, ha úgy véli, ha megfelelő indokot támasztasz alá te, mint szülő, és bizonyíts be. Ott mindent ki kell terítened. Kell vinned akár felvételeket, legyen az képi, hangi, nyomtatott dokumentum, papír, elmondod a panaszodat, mi az, amit te sérelemnek vélsz, el kell mondani. Tehát mindent kérnek tőled, mindent. Viszont mi még Hajnival itt is kicsit hülyék voltunk és naívak, mert elég sok mindent elmondtunk. Tudjátok, ez nekik arra volt jó, hogy ők felkészüljenek. Már az első békítő tárgyaláson is, ezt is próbálták belőlünk kiszedni, hogy az igazi fő tárgyalásra felkészüljenek. Igen. Sajnos egyébként ez így is történt. Volt egy-két dolog, amit mi nem árultunk el Hajnival. Azt elvittük ugye a főtárgyalásra, az etikai bizottság vezetőjéhez, de ott már olyan szinten fel voltak készülve, és mivel ti is tudjátok, hogy kézkezett most alapon állami rendszer, kórház, kórházigazgató, főorvosok, etikai bizottság, ez mind egy kézben van. Mi hiába kértük időközben a kórházigazgatót, mondjuk azt, hogy fű alatt. Tehát kikértük Milának az összes dokumentumát, az összes kórházi dokumentumát, ami mi magunk is meglepődtünk, hogy igazából egy jelentéktelen paksaméta, annak ellenére, hogy Nila 2 éves kora óta ugye cikáztunk a kórházba, rengeteg dokumentumot kellett volna, hogy kikapjunk. Igazándiból csak az utolsó pár hónapnak az egy-két kis papírját küldték el nekünk. Igen, de mi azt hittük, hogy megkapunk mindent. Mindegy, lényeg a lényeg, az is nagyon-nagyon bonyodalmas volt. Ott is kicsúsztak a határidőből, többször kellett kérelmet írni, ügyintézőknek telefonálni, kórházigazgatót többször felhívni, hogy még mindig nem kaptuk meg a dokumentumokat. Többször ránk förmettek, hogy egyáltalán nekünk arra miért van szükség, mit szeretnénk vele, mi az, amit elvárunk a dokumentumokba. Aztán ők biztos, hogy összeültek a kórházba, átolt cettig átnyálasztak mindent, mi az, amit hibáztak, mi az, amit elrontottak, ami miatt nagyon csúnya tragédia is történt. És ugye azt is megbeszéltük veletek, hogy dokumentumokat hamisítottak, és nem csak dokumentumokat hamisítottak, hanem dokumentumokat el is tüntettek, mivel sok minden nem lett lejegyezve. Nilának a dokumentumai közé csomó minden hiányzik, hogy például mi történt abban a 3 nap alatt. Tudjátok, szilveszter, buli, anyám kinyia, rezidens orvosok, tinglitambli orvosok, úgyhogy az egészet igazándiból nagy ívbe összeszarták, viszont mi ezt észrevettük, be is jelentettük, és a kutya nem foglalkozott vele. De ők elénk tudták tolni a nagy hivatalos főtárgyaláson, hogy ilyen meg olyan morfium adagolásokat csináltak. De amit mi megkaptunk Nilának hivatalos dokumentumait, abban semmi ilyesmi nem szerepel. Tehát még ebbe is képesek voltak, elővették a papírt, lógatta a kisanyám kínja, és oda volt írva, piros tollal volt neki feljegyezve a kis doktornőnek, piros tollal a nyomtatott írás közé a lap szélére, föl volt piros tollal írva, hogy hogyan adagolt, értitek? Ez már egy dokumentum hamisítás, de ők ezt megcsinálták. Szóvá tettük, hogy nekünk ez miért nincs meg.
Pixalám is jobb. Véletlenül lemaradt a postán. Ugye? Nos, nem akarom nagyon húzni az időt, mert részben azért ezekről a dolgokról már beszéltünk, és ahogy fogunk haladni, még részletesebben ki fogjuk ezeket besézni. Nem lesz egyszerű, és azt akarom elmondani, hogy a kórház az etikai bizottság által, amit ott lefolytatott ülést, tárgyalást, a végén megkérdezték tőlünk, hogy tovább fogunk-e menni. És megmondtuk, hogy ezt nem kötjük az orrukra, ez a mi döntésünk. De mégis válaszolnunk kellett rá, mert azt mondták, hogy akkor ők nem tudnak hozni szankcionáló határozatot. A szemükben néztünk, ott voltak vagy 10-20-an, 10-en, keveset is mondtam, köbben 20-an lehettünk abba a picike kis szobába, akkora, mint a mi szobánk. Mi ketten voltunk, és rajtunk kívül ott voltak körülbelül 20-an. Tehát összezártak minket. Persze mi ettől nem ijedtünk meg. Nyilván nem egyszerű, azért meg kell hagynom. És a szemükben néztünk a vezetőknek, különböző orvosoknak, és ugye megkérdeztük, hogy szankcionálni fogják-e. Elmondták, hogy hogyan szankcionálnának, ha úgy határoznak. És akkor annyival úgy döntöttünk, hogy legyen, akkor válaszolunk, nem megyünk tovább, megvárjuk az ő szankcionáló döntésüket. Megkaptuk a szankcionáló döntést, persze játszottak az időtartamokkal, hogy nagyon nehezen tudj fellebbezni, ha nem tetszik valami. Na mindegy, ugye mindent a királyvírusra fognak, hogy ez miatt nem tudsz ügyeket intézni, de simán kicsúszhatsz a határidőből, és meg te kerülsz bajba. Nos, ott tartottam, segíts hajni, mert belegondolodok. Fellebbezés. Okay. Igen, kijött, nem szankcionáltak semmit. Minden szipi szuper, a kórház flottul működik, minden rendben van. Senki nem kap semmilyen büntetést. Nos, a fellebbezés semmi van, természetesen akartunk, de volt egy bökkenő. Leültettek minket és azt mondták, hogy a fellebbezésnek semmi értelme. Beadhatjuk, ugye, felküldhetjük Budapestre, de ami a bökkenő, kész, kezet most, és most jól figyeljetek. A fellebbezésnek, bocsánat, az a módja, benyújtod a kérvényt, elküldöd megint az összes dokumentumokat, az összes létező bizonyítékkal, még azokkal is, amit esetleg nem tártál fel, de teljesen mindegy, mert ők már leszarják, bocsánat, nem érdekli őket, ugyanis a meglévő szankcionált vagy nem szankcionált határozatból határoznak. Így van. Értitek? Tehát ami ott bele van írva, mondd csak, nyugodtan. Hát igazándiból az, tehát nekünk az volt a nagyon furcsa ebben, hogyha újból döntést hoznának, akkor miért nem hallgatnak ők meg személyesen minket? Igen, mi már nem kellünk oda, nem így kell van. Sem hajni, sem én tanukat, senkit nem vihetünk. Amit határozott az előző etikai bizottság, a fővárosi etikai bizottság az alapján dönti el. És így hogyha a megyei, a kicsi etikai bizottság azt mondta, hogy minden szupi szuper, nem döntenek másképp. Úgyhogy sajnos ebben mondjuk azt, hogy nem nyertünk, de már ott el is mondtuk nekik, hogy a YouTube csatornát tovább fogjuk vezetni, a kórház egyébként lezártnak tekinti az ügyet, mi nem tekintjük lezártnak, rengeteg ügyvédhez elmentünk bíróságra is, csomó olyan hivatalos emberrel, meg igazándiból hatósági szervekkel is felvettük a kapcsolatokat, hogy miket hogyan lehet tenni, és ekkor jött ismét a hideg zuhany, hogy egy állami rendszer által létrehozott közkórház ellen nem csinálhatunk semmit. Volt olyan ügyvéd, aki leültetett minket, és elmondta, hogy ő szeretné. Ő nem is kérne az elején ebből pénzt, ha csak nem nyerünk, mindegy, most a pénzt hagyjuk, nem hiszem, hogy ez most olyan fontos. Ő neki menne, de megmondta, hogy mit tudom, 30-40 éve van a pályán, higgyük el, hogy nem fogunk labdába rúgni. Ez sajnos nem így működik. És olyannyira összezár ez az egész rendszer, hogy az ügyvédek is csoportosítva vannak. Meg van határozva, hogy mely ügyvéd részleg mehet az állami perekkel szemben, de ott is igazándiból megvan bundázva, tehát megvan az, hogy mit tudom én, az egyik évben mondjuk egy kórházban eltört kezet vizsgálnak ki, vagy egy rosszul
fertőtlenített sebet, vagy valami. Szóval értitek, mit mondok? Tehát a mi ügyünkkel senki soha nem fog foglalkozni. Bár az etikai bizottság részben megzsarolt minket, ezt mondhatom így, az volt a legelső kérdésük, és nem kérésük, hanem felszólításuk, hogy hagyjuk abba a YouTube-on feltöltött videók létrehozását. Egyáltalán mi a fenének csináljuk ezt? Igen. Mi volt? Hangfelvételünk is van egyébként, majd nem lesz egyszerű, majd el fogunk jutni odáig is. Így van. Ott már ugye sajnos persze felhúzták az embert agyilag, és egyből én is reagáltam ugyanolyan képvel, ahogyan ők ugye felszólítottak minket, hogy nekik ehhez semmi közük. 100 Néla csatornája. Semmi közük hozzá. És igen, mi mindig azt mondjuk, hogy nagyon örülnénk, hogyha a kórház elcipelne minket a bíróságra. Így van. Nem fognak elcipelni, mert tudják, hogy hibáztak, csaltak, viszont ők ezt lezártnak tekintik. Mi ugyancsak nem tudjuk őket elcipelni sajnos, mert ez sajnos nem így működik. Nem tudom másképp mondani, tehát amit előzőleg felvezettünk, az sajnos tényleg így van. Az orvosok neveit szintén nem mondhatjuk ki, mert ha kimondjuk az orvosok neveit, és most jól figyeljetek, nem az ügyünkről lenne szó, hogy azért mennénk bíróságra, hanem egyszerűen azért, mert személyjogokat sértek, ha valakinek kimondom a teljes nevét. Értitek, mit akarok mondani? Nem az üggyel foglalkoznának, nem Nílával, nem velünk, hanem azzal, hogy egy orvos nevét egy ilyen videó csatornán közlöm. Értitek? Csak ezzel foglalkoznának. Ezért sajnos nem mondhatjuk ki, bár nagyon akarjuk. Igen, de azt hiszük, hogy ha nem is mondjuk ki ezeket a neveket, azért ezek nyílt titkok. Hiszen persze. Tudjátok, hogy melyik kórházról beszélünk, melyik osztályról, és bárhol, bármilyen felületen az ott dolgozóknak a névsora szerepel. Tehát igen. Igazándiból, de mi nem, név szerint nem említhetjük őket. És akkor még egyszer elmondom, ez a mi úgymond hivatalos, legális kiskapunk, nem mondunk neveket, viszont mindent az égvilágon elmondunk róluk, és mi az, amit műveltek, vagy nem műveltek. Tehát még egyszer mondom, nem mondhatjuk ki az orvosok nevét, egyfajta hivatalos személynek tekintendő, csak úgy nem dobálózhatsz egy orvos nevével, mert feljelentenek személyi jogok megsértésért, de nem tudom, hogy ki foglalkozik egyébként 100 Néla életével vagy halálával, na mindegy, az orvos személyi jogsértésért feljelent, elcipel a bíróságra, és még csak meg se kérdezik azt, hogy ki az a 100 Néla, vagy hogy milyen, mégis miről beszélünk. Tehát azzal nem foglalkoznak. Csak amikor ugye szerkesztettem az előző videót, nem mondtuk el részletesebben, és inkább azt akartuk csinálni, hogy leülünk, és elmondjuk pontosabban, hogy ebből ne legyen félreértés. Tehát, magyarán mondva, két pad közé kerültünk, de onnan, fölfelé csinálgatjuk szépen a videókat, és mindent elmondunk. Mert ez a mi törvényhozásunk, vagy ez a mi fegyverünk ellenük, hogyan mondjam nektek, tehát mi így tudunk jogorvoslatot tenni, nem tudom, hülyeséget mondok, nem így akarom mondani. Jó. Tehát mivel senki nem szankcionálja őket, mi így szankcionáljuk őket. Igen. Felhívjuk rá a figyelmet, hogy mi történt, vagy mi az, ami nem történt. Igen. És hát, hogyha másnak nem lesz problémája ebből, időben felismeri a dolgokat, amin mi keresztül mentünk. És vannak bizonyos helyzetek, amikor higgyétek el, nem szabad naívnak lenni. Általában az emberek naívak. Mivel még nem történt velem olyan, tapasztalatlan vagyok az ügyben kapcsolatban, ezért simán átvernek, ahogyan minket is. Igen. És sajnos mondhatnám, hogy az ember a saját bőrén kárán tanul belőle, de nem kéne minden embernek ilyen áron megtanulni azt, hogy akkor mit vagy hogyan kellett volna csinálni. És még egyszer mondom, ettől függetlenül nem mi, nem a Hajni, nem én, nem ti vagytok a hibásak, hanem ők. A Pixalámis Zsótól kezdve a kórházigazgató, a Tingli Tamili orvosok, az etikai bizottság, az egész állami szféra. Hogy ezt művelik kisgyermekekkel. De elég. Tehát úgy elég, hogy ezt most elmondtunk, és nem keverünk bele más témát, hogy ne legyen érthetetlen a videó. Így van. Tehát igazándiból a lényeg az, hogy ő részükről lezártnak tekintik ezt az egész dolgot, de mi nem, és nem is fogjuk
sosem lezárni. És hát, hogyha egyszer egyébként 5-10 év múlva valami történik ebben az országban, és lesz egy olyan tárgyalás, hogy azt mondják, hogy vizsgáljuk csak ki ezt az egészet, mi is történt. Ki nincs a börtönben, vagy ki nincs lefokozva, mit tudom én, vagy ki nincs jól megbírságolva, nem tudom, most csak mondtam valamit. Így van. Lehetséges. Erről szerettünk volna a mai videónkban beszélni veletek, hogy tényleg egy kicsit tisztába tegyük ezeket az ügyeket, érthetővé tegyük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy a mai videónkat is végignéztétek. Várjuk továbbra is mindenféle hozzászólásaitokat, bármilyen egészségügyel, vagy bármilyen olyan témával, amit úgy gondoltok, úgy éreztek, hogy megosztanátok velünk, hiszen tényleg köszönjük szépen, hogy megtiszteltek minket a bizalmatokkal, hogy elmesélitek a ti történeteiteket. A mai videónk ez ennyi lett volna. Sziasztok! Én Hajni voltam. Én pedig Szent Zoltán. Ha gondoljátok, iratkozzatok fel, nyomjatok egy lájkot. Nyomjátok be a csengőt is, azon belül is az összes szócskát, hogy ne maradjatok le egy videónkról sem. Legyen további szép kellemes napotok. Sziasztok! Sziasztok!